Na sziasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban, Enikőt mindig kéritek, hallod olyan, mindig megkapom a kommentet, hogy mikor lesz már Enikős videó, hát most van, srácok, és kihívás lesz Enikőnek, Niki már megcsinálta ezt a kihívást egy másik videóban, nem tudom, hogy azt elátod-e, tavaly. A lényeg az, hogy el kell jutnod csak villamossal egy adott pontra innen. Ismered Budapestet? Ez nem nagy kihívás. Nem nagy kihívás, úgy érzed? Menni fog? Biztos, hogy el fogsz tudni jutni? Hát attól függ, hogy ez egy mutatottságét mondasz, akkor nyilván nem. Akkor nyilván nem? Hát... Iha. Akkor lehet, hogy ez könnyű lesz neked, mert amúgy a Kelenföldről az éles sarok és csak villamossal. És úgy, hogy a villamosok között nem sétálgathatunk ilyen kilométereket. Szerinted sétálni kilométereket? Jó, ezt mondjuk sejtünk. De nem szálltunk buszra, nem szálltunk metróra, csak villamosra. És az éles sarokra kell eljutni. Igen. A lehető legmesszebbit, vagy legközelebbit mondok hozzá? Nem, mert biztos jövök. Menni fog? Igen, addig vár. Ja, és nagyon-nagyon fontos, hogy nem használ a telefonos segítséget, meg internetet. Abszolút. Hát gondolom. Meg nem kérdezhetsz meg embereket sem. Jó. Engem sem. De nem? Nem az én. Ez benne marad a videóval. Enikő még gondolkozik. Ja, igen. De várjál. Enikő vagy a 19-es vagy a 49-es mellett dönt, srácok, de még nem tudom. Mivel nincs egy más választása. Hát igen, nagyon nincs egy más választása, de a 49-es vagy a 49-es. Egyébként a Kelenföldön vagyunk, aki esetleg nem tudná, mert nem tudok esni. Csókosan lehet élni, de? Hát felőlem. Merre nem kell elmenni? Hát ott a... Bóda. Ezek a gondolkodás perci. Ez ilyen megnéz van úgy egyébként? Nem tudom most gondolkodni, na. De nem, hanem komolyan kérdezem, hogy ez... Már nem azt mondtad, hogy képen vagy Budapesten. Igen, de a három... Az éles sarok az a három. Igen, hármas vonalon van többek. Ja, hogy ott van más. De nem segítek nagyon. Csak hogyha már nagyon mucsod és a gép vagyok. De ez a 62-es? Hát van olyan. A Blahára el tudok menni, mi valós? Hát ezt én honnan tudom. Én nem értek oda. Igen, te nem tudsz. Itt van Budapest. Igen. Mi itt vagyunk. Éles alapjuk korral erre. Ott a Duna. Szóval így el. Ez egy nagyon szép opfejtés volt. Nem tudom, hogy előre vitt minket, de jó volt. Várattér az már jó? Nagy Várattér. Nem tudjuk oda is felül. Szóval na, hogy nézel ki, Enikő? Jó minden? Jó, jó. Nem jó a hajad? Most? Hm? Most jó? Nem jó, rossz. És jól áll neked a villamos? A villamos? Hát nem is elmenni valóval. Elég lesz. Oké. Okay. Srácok, most ott tartunk, hogy az egyessel mindenképpen mennünk el. Ezt írjátok meg most kommentbe, hogy egyetértetek Enikővel, hogy innen a Kelenföldről kell az egyessel mennünk a legrövidebb úton az éles sarokig. De tényleg ne csaljatok, ne nézzetek meg kérdés. De ez nem számít, hogy a legrövidebb úton. Nem számít, csak mondom. Hát tőlem úgy is mehetünk, hogy minden villamos azt mondom, ami csak létezik. Elmehetünk Óbudára is. Igen? Biztos, hogy nem az a jobb villamos meg? Nem, csak szépen. Mert nem is lesz elég, én megkérdeztem, nem jó az? Hát attól, hogy melyik műveletben is, úgyis a módicon számítanak. Ja, hogy a módic az azt gondolod, hogy jó, aha, jó. Jó. De mert a módicról a Fehérvárra megyünk a valamelyikkel, a 17-essel mondjuk. Hosszú videó lett, srácok, úgyhogy most pattogra se tudok kukoricázni. De miért? Semmi, csak kérdez. De hát, ha elmegyek erre, az már nem erre van. Na ez nagyon jó felvetés volt. Ha elmegyek erre, akkor az már nem erre. De értem. Na, mondj valami jókosat. Eddig azt mondtam. Jó, de most akkor hogy megyünk? Móricz? De már elmondtam. Jó, de Móriczról mivel megyünk? Mondjuk 17-esre. Nem. De
Nem. De azzal megyünk. Utána? Utána egyesen. Tényleg hosszú videó lesz. Ennél sokkal egyszerűbb van. Most besegítek egy kicsit Enikőnek. Van olyan lehetőség, mivel innen három villamossal átszáll át. De igazából igen, három. Különböző villamos, viszont nem autó. Hát ez pont hárommal, úgyhogy röviden. Nagy segítség. Na, egyessel ott vagyunk. 19-es, 17-es állítólag. Utána egyes, és akkor még nem vagyunk az éles soroknál, hanem nincs éles sorok megállója. Ja, azt hittem, hogy a hármas. Ja, hát akkor... Na, de szóval van olyan, ahol három, igen. Már leszálltunk, srácok. De ezt te akartad. Én tudom, hogy magamat megszivattam ma. Nem, ügyes vagy. Egyébként ügyes vagy, mert a Móricz az tényleg egy jó hely, de egyelőre. Abba? A szülős föld irányába? Hát valóban nem. De miért? Nem. Jó, hát akkor menjünk arra. Nem az előtt lesz? Ja, várjál, még a 4-es. Igen. Az jó. A srácok némi reménysugár és hűvös völgy helyett a 4-es 6-osra megyünk. De az nem hűvös völgy, hanem az 1-es villamos. És az is jó lett. Az 1-es villamos jár ott? Hol? Igen. Itt? Nem, innen. Ja, hogy az értem, is. Tudom, hogy akartál menni, de hát az őrület. De nem segítettem neki, magától jött rá, hogy 4-es 6-os is van. Az tökéletes. Elfelejtettem. Eddig képbe se volt, ezért furcsáltam amúgy, mert eddig képbe se volt. Srácok, leszálltunk a plahán, nem tudom miért. Miért? Mi az, hogy miért? Hát kérdezem, hogy jó, menjünk az éles. Jó, mert nem megy tovább egyébként a villamos, hozzáteszem, tehát ez nagy segítség volt. Tehát a 4-es 6-os a plaháig jár, csak hogy tudjátok. De most ez egy buszok? Ez itt? Sok busz van benne, de van villamos. Enikő már elkezdett üvöltözni az előbb, az már régi Enikő, akit úgy ismerek. Mert a fületbe üvöltöttek. Ja, hát üvölt, ezért hangosban mondom, a csávó végelőmányos. Jó, mert az emberek nem tudják, hogy most a plahától nem megy tovább a 4-es 6-os. Én sem tudtam. Aztán leszállt, és az öreg jön ott valós helyen kell leszállni. Hát bazd meg, szálljál a készítő. Mi van? A 28-essel vagyunk és ott vagyunk. Enikő, most büszke vagy magadra? Nagyon sokára megy. 8-9. És másnap megdöbb? De megy, de az sikerült korábban. Egy 1-10-es skála mennyire vagy büszke? 9. Na, srácok, hát az lesz. Hát így se jó. De jó ez így, hát nem szemüveget veszel fel. Így most nagyon ilyen idő. Miss Beckham-né, vagy nem tudom. A lényeg az, srácok, hogy egy McDonald's-os menüt nyert, vagy egy kajálás, vagy egy ebédet nyert a sztorival. De nem fogunk elmenni akkor az éles sorok, mert felesleges, így rájöttél, úgyhogy a Kőbányai úton leszállunk nem a Megyibe. Nem rájöttem, tudtam amúgy is. Aha, azért szálltunk le a Blaháról, mert hát miért ne? Nem, amúgy is mondtam, hogy a Blahán fogunk leszállni. Igen, de az 51-es is leszálltam volna, meg a Borárosan is, csak nem, azt mondtam, hogy most nincs kedvem, engedjük el. Azt mondtam, hogy engedjük el ezt az 51-est, mert az kimegy arra. Úgyhogy gratulálok Enikőnek. Írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek hogy teljesített, de szerintem ez a legjobb megoldás. De írjátok meg, hogy ti hogy mentetek volna. Hagyjuk, ha az elején még a 19-esen ott üzét zögykülődött, hogy jaj, most mi lesz? Hát mondtam, hogy mindenféleképpen a módszerűen. Na, srácok, még azt akartam, hogy kommentbe jöhetnek kérdések, és majd csinálunk egy kérdezfelelek videót valamikor Enikővel, amikor megint találkozunk. Hát a két napot ezt megköszönjük. Csak ne ajánlokat, hogy milyen színűen kapjam. Jó, tehát ne közlekedési kérdéseket tegyük. Nem úgy feltettek olyat, és úgy sem fogok rá. Most azt, hogy milyen színű a busz? Hát két. Na, ezt már megválaszolt előre. De ezt már tudtam amúgy, és ott a másik kérdezfelelőknél. Na, úgyhogy értelmes kérdéseket csapatcsapok ide Enikőnek. És az Instagramon kövessétek benne, mert a finlányja. Len lesz a leírásba az Instagramja, de ne írjatok rá, ugye?
kiírhatok úgy a válaszokat. Kedves volt, köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok!